Csopak egy elektromos autót kapott a Városok Falvak Szövetségénél nyertes pályázat útján, melynek ünnepélyes átadására július 14-én a polgármesteri hivatal előtt került sor. A Városok Falvak Szövetsége és az Universitas Alapítvány együttműködésében a magyar kormány támogatásával indult egy program, aminek az volt a neve, hogy Ne éljüvek házban, és a környezettudatosságot és az elektromobilitást népszerűsítettük ebben a programban a Városok Falvak Szövetsége 8 településén. Csopak a VFS nagyon régi és nagyon oszlopos tagja, és Csopak is részt vett a programban. Voltunk itt a településen, gyermekeknek voltak környezettudatosságot formáló előadások, és a települések mind-mind kaptak elektromobilis társas eszközöket is. Egy elektromos kiskocsit kapott Csopak, ennek az átadása volt ma. Ezt a települések is, Csopak is a saját közösségi céljaira tudja használni. Reméljük, hogy mindenkinek az örömére. Ez egy kis program, de egy mintaprogram volt, ahol önkormányzatok működtek együtt, ahol az eszköz átadás mellett a szemléletformálás, az előadások, a gyermekek megszólítása volt fontos. 8 településen indítottuk a programot. Mikepércs, Panyola, Csopak, Sátoraljaújhely, Kisújszállás, Hajdúhatház, Mátraderecske volt a programban, és ők, és Hajdúböszörmény. És itt mindegyik településen többször is jártunk, és most ezt a programot szeretnénk folytatni másik 8 településen, szintén a Városok Falvak Szövetsége keretein belül. Nagyon sikeres, mert a gyerekek is nagyon sokan vettek részt a programon, nagyon hasznosak voltak ezek az előadások, fejlesztettünk külön olyan tabletekre készült közösségi játékokat, amiket tudtak ők is használni, de hát hagyományos típusú előadások is voltak. És az eszköz átadásoknál, meg az eszköz felhasználásnál pedig látjuk, hogy mindenütt milyen jó szolgálatot tesznek ezek. Tehát így a több irányú volt a program, de minden területe sikeres volt, és így együtt meg különösen az. Ambrus Tibor polgármester az átadón örömének adott hangot, hogy birtokba vehették ezt az autót, olyannyira, hogy amikor megérkezett, akkor szinte azonnal elkezdett dolgozni. Néhány nap után elmondható, hogy nem csak a környezettudatosság, hanem az, hogy az üdülőtelepen hangtalanul lehet dolgozni, és ezzel növelik az üdülő vendégeknek a komfortérzetét, rengeteget jelent. Néhány nap használat után valóban kijelenthető, hogy egy jól használható eszközzel gazdagodott Csopak települése, mondta Ambrus Tibor.